Jocó, hátra tudnál jönni egy kicsit? Valóban nem vagyok a pultban, de Zsófika 5 percig tudja tartani a frontot egyedül is. Beszélnünk kell. Látom, hogy egy beszélgetés közepén vagy, de ez fontos. Jocó, gyere hátra most! Azonnal gyere, ha nem akarod, hogy mindkettőnk arcát letépjem a dűtől. Elnézést, mindjárt visszajövünk, csak egy pillanat. Megbeszélek valamit a kollégámmal, és már itt is van. Jocó, én megöllek. Elírtad az e-mailt. Mondom, elírtad az e-mailt! Dehogy nem írtad el! Azt írtad, ez egy vegetáriánus fesztivál. De most beszéltem az egyik sráccal, és ez egy vegán fesztivál. Nem, nem ugyanaz. Hogy lenne ugyanaz, te hülyék gyöngye? A vegetáriánus az csak húst nem eszik. A vegán meg semmit, ami állatból jött ki. És mivel azt hittem, ezek vegetáriánusok, gondoltam, elég kihagyni a májaspitét, és minden mehet eredeti recept szerint. Vagyis minden tele van baszva tejjel, tojással meg mézzel. Ha ez kiderül, nekem harangoztak. Tudod, hogy hazavágja a bizniszt egy botrány? Én vagyok a hülye, miért mentem bele abba, hogy te legyél a menedzserem? Menedzser vagy te a faszomat? Szabályzatot olvastad? Költői volt a kérdés, tudom, hogy nem olvastad. A szervezők több százezer forinttal büntetik azt, aki bármilyen állati eredetű cuccost árul a vegán fesztiválon. Tehát a jó híremet is, és a pénzemet is kockáztattad azzal, hogy nem néztél utána, milyen fesztiválra is visszük ki a standot. Nem bukunk le? Szerinted nem érzik a különbséget? Ezek se voltak ám mindig vegánok. Tudják, hogy tejtől vagy kókusztól van az a tej? És amúgy is, ha rákérdeznek, miből van a süti, mit mondok? Hát életemben nem csináltam még vegán sütit. Nem tudom, mi kell a tojás helyettesítésére. És ha valamelyik hippi fejű nem azért lett vegán, mert olyan fenne nagy állatbarát, hanem mert allergiás minden állati eredetű fehérjére? Jocó, fingom sincs, van-e ilyen? De az biztos, hogy nem így szeretném megtudni. Szóval találj ki egy humbugot, mire föl elhagyjuk ezt a helyet. A barátaittól búcsúzz el, és szépen összepakolunk a Zsófikával, és megyünk. Mi az, hogy nem? Süti verseny. Te fétymafülű idióta, te benevezted a versenyre a süteményünket? Jocó, akkor pláne húzunk a picsába, így már biztos, hogy lebukunk. Mi az, hogy mindjárt miénk jön? Mi az, hogy mindjárt a miénk jön? Zsófika, Zsófika, ne adja! Üdvözlöm a mélyen tisztelt zsűrit. Hogy ízlik a süteményünk? Hát igen, igen, tudom, pont olyan, mintha az lenne, de nem az kezét csókolom. Hogy miből van? Bocsánat, de a recept az titok, tudja, nagy a verseny, és ízlik? Hát én annak csak örülök. Büszkévé tesz, hogy ennyire szeretik a süteményünket. Vegyenek csak bátran még. Szeretem azt gondolni, hogy minden süteményünk kékszalagos, és... Hát, köszönjük a kedves szavakat, és... Uram, jól érzi magát? Te jó ég, mitől lett ilyen vörös a feje? Allergia? Mire allergiás? Tojás? Nem, ebben semmi állati eredetű nincs, ebben ugyan, dehogyis, nem, dehogy. Üljön le, uram, mindjárt jövök, egy pillanat és jövök, jó? Jocó, fussá, azt meg lebuktunk!